Köszöntelek titeket, sziasztok! Az időjárásunkat továbbra is egy sekélyciklonális mező alakítja, így időjárásunk jellege alapvetően nem változik meg a következő napokban sem, záporokkal, zivatarokkal sűrűn tarkított időre számíthatunk. Az előttünk álló éjszakán azonban délnyugat felől fokozatosan egyre szárazabb, illetve stabilabb levegő érkezik hazánk felé, emiatt délnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A felhőzet animáción követhetjük végig ezt a folyamatot is. A sekélyciklon eredményeképpen itt Közép-Európa, illetve a Kárpát-medence fölött alapvetően felhős idő várható a következő napokban is, legalábbis a Kárpát-medence nagyobb részén, ugyanakkor a Dunántúl fölé átmenetileg szárazabb léghullámok érkeznek még pénteken, illetve szombaton is. Az időjárási ciklonok, illetve frontjaik pedig itt messze Nyugat-Európa fölött maradnak, a frontérzékenyek tehát örülhetnek. Az előttünk álló éjszakán, ahogy már jeleztem, délnyugat felől fokozatos kiszáradás veszi kezdetét, emiatt egyre inkább csak az északi, északkeleti, illetve a keleti megyékben fordulhat elő záporeső, illetve zivatar. Eközben délnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet is, sőt a Dunántúlon reggelre akár az ég is kiderülhet nagyobb területen. A Dunántúlon akár párafoltok is képződhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mindössze 10, illetve 17 fok között alakul. Holnap napközben a Dunántúl legnagyobb részén, ideértve a Dunatisza köze délnyugati részeit is, alapvetően gyengén gomoly felhős napos időre lehet számítani csapadék nélkül. Ugyanakkor itt a Dráva mentén előfordulhat a délutáni kora esti órákban zápor eső, illetve zivatar, de ahogy jeleztem, a Dunántúl legnagyobb része várhatóan csapadékmentes lesz. Ugyanakkor itt az ország északkeleti felén ismét erőteljesebb gomoly felhőképződés várható a rövidebb napos időszakok mellett, és az országnak az északkeleti felén, harmadán ismét több felé fordulhat elő zápor eső, illetve zivatar. A zivatarokat pedig megint elsősorban felhőszakadás kísérheti, de jégeső, illetve átmenetileg viharossá fokozódó szél is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet egyébként megfelel a sok évi átlagnak, 22, illetve 27 fok közé emelkedik délután a hőmérséklet. A hétvégére néhány fokot még tovább erősödik a nappali felmelegedés, de igazából ez péntekre, illetve szombatra lesz igaz. A Dunántúlon, illetve a középső megyékben szombatig érdemi csapadékra nem nagyon kell számítani, az országnak ezen a felén csak kevés helyen lehet zápor eső, illetve zivatar. Vasárnap, illetve hétfőn azonban már ismét előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok az országnak ezen a felén is. A keleti megyékben eközben a következő három nap is csapadékosnak ígérkezik majd, ott várhatóan nem lesz csapadékszünet, szinte minden nap kell zápor esőre, illetve zivatarra számítani. Ahogy pedig már jeleztem, a Dunántúlon és szűkebb értelemben a Balaton környékén azonban a következő három napban igazából kifejezetten nyárias strandinőre örülhetünk majd. Pénteken, illetve szombaton is sok napsütés várható a gomoly felhők mellett, csapadéknak kicsi az esélye, és a hőmérséklet is fokozatosan emelkedik. Szombaton a Balaton környékén 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, országszerte pedig 26, illetve 31 fok között alakul majd a maximum. Vasárnap azonban már a tó körül is várható zápor eső, illetve zivatar, és így lesz ez várható a hétfőn is, és a hőmérséklet is csökken majd néhány fokot. Most minden esetre megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!